Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Scamos sorozatunk legújabb epizódjában. Én most nem egyedül vagyok, hanem itt hallom a Jack, az Adris és a Medions. Sziasztok! Ali! És mostantól a szóló sorozatban többen fogunk játszani, és ugyebár felmerülhet a kérdés, hogy miért szóló, mert saját szerveren játszunk, ugye ez PvE még így egyelőre, nyilván mivel nincs kivel PvP-znünk. Kicsit, hogy összeszokjunk, illetve együtt is kipróbáljunk bizonyos dolgokat, illetve van, aki még nem annyira rutinos a játékban, úgyhogy nem árt feleveleníteni pár emléket a játéka kapcsolatban, illetve nem árt, hogyha a csapat munka egy picit jobban fog menni. Szóval hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy többen leszünk, illetve majd mások is fognak még jönni, mert tudtom, hogy még a Marci szeretne majd játszani, illetve lehet, hogy a Máté is jönni fog. Úgyhogy első körben így vágunk most bele. A mai részben ugyebár lesz egy fresh spawn, csinálok egy új karaktert, amit említettem az előző részben, vagy hát így gondolkoztam rajta, ugyanis szeretném az íjászatot, illetve a komolyabb kraftolásokat kipróbálni, és bár ugyebár lehet a skilleket fejleszteni, de ugye a single player-es karakter volt, úgyhogy mindenféleképpen szükségem van most egy újra. Úgyhogy itt látható a csodás karakterem, aki 34 éves, hát itt láthatjátok a csúszkát, hova állítottam, ugye a strength a legfontosabb nekem az íjászat miatt, illetve a kraftolás miatt az intelligence. Ez a harmadik fejet választottam ki neki, maradt egy kis tetkó, és kicsi lesz a cookink, mert akkor okosabbak vagyunk. És tényleg, a játékban legalábbis. Na mindegy, ez így jó lesz, és így néz ki a skill-el osztásom. Na most ez csak így nagyon gyorsan, a boxolásra nem raktam, mert hogyha már boxolni kell, az már rég baj. És általában ilyen melee weaponöket szoktam az elején craftolni, úgyhogy az inkább ugye melee weaponre húztam egy picit. A boxolásra. A rifle skillt azért nem húztam most, mert majd fejlődik az magától, illetve ugye az archery skill ugye az advanced-en van, úgyhogy az nagyon sok pontot elvisz, és a handgunra húztam, mert pisztoly az mindig dugig van, 9 mis lőszerem mindenhol találkozunk, az kelleni fog. A running, illetve az endurance az nagyjából azonos szinten van, majd fejlődik, egy benga állat vagyok, nem tudom nektek milyen vastag úgymond a karakteretek, mennyire kövér, az enyém azért egy jó nagy állat lesz, úgyhogy majd érdekes lesz ez így. Úgyhogy a driving skillt húztam még, illetve a stealth-et itt, illetve survival és engineering, és majd bizonyos craftolásokat szeretnék kipróbálni. És akkor spawnoljunk le, és az lesz most itt az első megpróbáltatás, hogy szerezzünk egy járművet, alapfelszerelést, és mindenkit összeszedjünk. Négyen vagyunk, hogy pont beférünk egy kocsiba, ha nem traktor találunk. Engem a B2-be rakott így első körben a játék. Ti merre vagytok, aki már leszpónolt? Én a B3-ba vagyok, de a B2 CD-nél. Jó. Medi, te ben vagy már? Én B1 bal alján. Jó, hát igazából akkor te is jöhetnél így B2 fel, meg közöttetek vagyok. Andrisnak meg még van egy kis technikai problémája, úgyhogy ő majd közben érkezik. Most mondanám nektek, hogy azzal kezdünk, hogy a földön lehet ilyen kis kőkupacokat találni, amiket tudsz úgymond tudsz benne keresni köveket. Keresel kettő követ, abból csinálsz egy kőkést, utána kivágsz bokrokat, és tudsz magadnak tatyót, illetve dárdát craftolni. Ez alap survival skill-el is megy, és ez az első fontos dolog, amit érdemes megcsinálni, ugyanis lesz táskád, meg lesz közelharci fegyvered. Ezt a improvizált kő spirit érdemes megcsinálni, én legalábbis azt szoktam, mert az jó messzire elér, és hogyha dagi a karaktered, és lassú úgymond, tehát lassan üt, akkor is elég messzire tudsz szurkálni, tehát azzal jól lehet taktikázni a zombik ellen. Hogyha akartok, csinálhattok amúgy bovot is, meg amúgy igazából elég sok mindent lehet craftolni alapszinten. Még akár puskát is craftolhatnánk majd, azt tökre kipróbálnám, mondjuk ugye én elég nagy szintű vagyok. Aztán majd, hogyha találunk zombit, akkor a zombit majd le kell vágni, mert abból tudunk majd táskát készíteni, ami sokkal jobb. Illetve pisztolytatyót is lehet majd zombi skinből, de először az alapokat. Annyi kell, hogy a kis botok. Tehát kétféle bot van, hogyha egy bokrot szétszedtek, illetve ad egy ilyen kis rönköt is. Vagy hát, ja, tulajdonképpen ez rönk. Ugye ad hosszú sticket, meg rövidet. A 0,2 kilós a rövid, a 0,4-es az a hosszú. És kell 5 darab ahhoz, hogy tudjatok készíteni egy kötelet, amit én most pont tudok kettő bokor szétszedése után. És egy kötél kelleni fog majd a táskához is, meg egy kötél kelleni fog majd a dárdához is, és arra figyeljetek oda, hogyha valamit craftoltok, akkor utána mindig a földre dobja le. Tehát, hogy ne hagyjátok el a cuccokat nagyon. Ez nekem még kell kő, úgyhogy még kettő követ idehozok. Úgyhogy, ja, és ugye eleinte nincs túl sok helyünk, reggelt pedig úgy tudtok, hogyha csináltok egy kőkést, az lehet amúgy a földön, tehát azt érzékeli a karakter, hogy ott van, hogy tudsz craftolni, hogy az itemek a földön vannak.
A lényeg, hogy legyen összegyűjtve az, ami kell, és ha van nálatok... Jól itt van. Aha, itt van a cucc, amit eldobtam. Ha van nálatok... vagy hát van rajtatok ugyebár ruha, és körülöttetek van egy kőkés, akkor azt szét tudjátok vágni regekre, és akkor abból tudtok készíteni tatyót, motyót. Nekem közben már kész a spírem. Én készítettem magamnak egy kötelet, most elvágom a pólóm alatt ilyen, nem tudom, ilyen alsó pólót? Vagy ez ilyen melegítő póló? Nem tudom, ez milyen célt szolgál. Atléta. Hát amúgy, csak nem atléta alakja van amúgy. Az alsó gatyámat is elvágjuk. A szabadság érzete meglegyen ugyebár. És akkor csinálok magamnak egy tatyót. Hát ebbe 10 kilónyi cuccot azért legalább el lehet vinni. Érdemes reget már csak azért is tartani magatoknál, mert... és amúgy igen, tudom, hogy merre van dél. Nagyon szuper. Mert ugye, hogyha megsérültök, akkor azzal be tudjátok majd magatokat kötni. Most első körben egy kicsit délnek megyek, és utána megyek ott a B2 balfenti városába, mert az ilyen nagyvárosokban vannak kocsik, amiket reméljük, hogy meg fogjuk tudni javítani. Reméljük, hogy jön egy airdrop majd valamikor. Jön is egy airdrop. Ki kapja? Azt szerintem Jack kapja. Jack, azért az airdropért el kéne menned. Nézd csak meg a térképet. B3. Ott van egy ilyen kis... Ja, látom. Jó, oké. Okay. Hulló doboz. Craftolgatok, majd fölmegyek, gondolom, itt nem kell senkitől félni, hogy elviszi előre. Nem. Csak annyi, hogy egy idő után felrobban a create maga. Hoppá. Mert itt van minden, ami kell ez a rohadt craftoláshoz, miért nem craftol? Valami biztos ilyen. Ja, mert long wooden stick kell neki. Oké. Jó, ez megvan. Szétvertem egy ilyen military zombit. És ott egy nagy táska! Hello! Oké. Nekem majd kellenek amúgy, nem tojások, hanem a tollak. Nyilvessző craftoláshoz. Ezeket össze lehet craftolni. Long wooden stick is, akkor... Oké, valami biztos hiányzik. Nézd át még egyszer. Oké, hiking backpack. Hát ennél jobbat igazából itt az elején nem is nagyon találhatnék. Viszont akkor a tatyomat ugye szétvágom. Elég jól úton van így az elején, mit nem mondjak. Így meg tudom ütni? Nem igazán. Gyere már ide koma, ide a lukba. Gyere picit idébb. Hát ez aztán harc. Nem, így nem tudok ütni sajnos. Hát az a baj, nem tudom megütni. Jó, hát mindegy. Hújújúj. Megjött a kis barátom, csak az a baj, én már másra is akarok közben hadakozni. Nem akarok kettőre harcolni egyszerre, hékás. Nem? Majdnem megütött. Basszus. Hát ajajajajajajajaj. Bajba vagyok. Új, ezek nem tudnak megütni, pont így. De megtudtak. Ez meghaltna nyugodtan a másik. És erre jön egy harmadik, hát ez nagyszerű. Húha! Van. Jújjúj! Gondba vagyok! Oké, egy halt. Nagyon vesztem itt az életet. Nem szabad! Rossz zombi! Halljatok már ki! Öcsém! Vérzek, mint az állat. Oké, az meghalt. Gyerünk, hát ebben most nagyon beleszaladtam itt. Bakker. Oké, ez is meghalt. Jó, azonnal be kell magam kötni. Jó, hát én így kicsit ledánoltam magam. Itt a dagi karakter, azzal nem számoltam, hogy sokkal lassabban harcol, mint az előző karakterem. És itt rám jöttek hárman. Nincs semmilyen fegyverem, és ez így eléggé necces volt. Megnézem, hogy itt a sátrakban találok-e valamit, és itt egy soti. Nagyon szuper. Van egy shotgunom, majd fegyvereket majd úgy is cserélgetünk azt szerint, hogy kinek mi a preferált fegyvere. Vigyázzatok, amin van ilyen páncél, ezek brutál erősek. Nagyon sokat bírnak. A sima zombi nem veszélyes, ez is igazából azért veszélyes. Mi van? Pisztoly, kés, bajonett AK-ra, SVD-re és... hát ilyen AK típusokra, RPK-ra. Meg van itt egy olyan shot, amit még szerintem nem is láttam a játékban. Nem rossz kezdésnek. Jaja, elviszem, meg kell őket javítani, tehát amúgy kéne majd találnunk ilyen weapon cleaning kitet, azzal lehet a fegyvereket új javítani. Úgyhogy majd arra, hogyha láttok olyat, azt nehogy ott hagyjátok, mert az nagyon hasznos. Mert ugye besülnek a fegyverek. Ne. Itt egy robbanó zombi mellettem, úgyhogy... Viszont...
Volt annyi eszem, hogy elraktam az előbb az egyik zombiból kis 22-es ammót. Úgyhogy én most felrobbantom ezt a zombikát. Szerintem. Ha besül, akkor most meghalok. Ha nem sül be, akkor most nem halok meg. Oké. Okay. Gyerünk, koma! Jó. Oké. Okay. Jó ez a 22-es hunteri kezdés, naj ne. Oké, okay, futás. Az úton kéne eldobni a fegyvert, hogy megtaláljam utána. Hogyha most előveszem a izémet, akkor gáz lesz, és most megint le kell ütnöm egy olyan retkes, erős zombit. Ez fantasztikus. Hoppa! Ó, gyere, gyere, koma. Na, mi van veled? Gyere, gyere, már kettőt kaptál Hedibe, úgyhogy... meghalnék. Ez az, jó, ez meg is halt, ez így jó volt. Elősebeztem. Jó, hogy elrakta a Huntert a hátamra. Ja, tényleg, mert ugye kézbe vettem az egyiket, és kamáskat elrakja. Jó. Mindegy, elcsalogattam így a zombikat. Most megnézek még itt egy házat. Akkor megindulok én is abba a városba, amit beszéltünk. Most ti merre vagytok akkor? Hát a B2-n bal fent a városba tartok én. Medi jön mögöttem a sárga úton. És Jack meg elmentek ott a drop környékén van. Igen. Hol a drop? B3-ban. B3-ban jobb fent valahogy. Látom, én meg... B1 és C1 között ott a izénél vagyok. A reptér mellett egy... B1 és C1? Igen. Hát ez teljesen jó. A metszeténél a reptér vonalába, annál a gyárnál. Kb. Ha. Az egyetlen izénél. Hát... egy figyelj, próbálj meg te is kraftolni valami alapgírt, tudod, dárda, ilyesmi. És hát te vagy a legmesszebb. A felén kéne elkezdened futni. Hát srácok, van egy rossz hírem. Itt vagyok a város elején. És hát itt egy traktor, ami valószínűleg azt jelenti, hogy itt nem lesz több jármű. Úgyhogy, de legalább egy traktorunk akad. Amit amúgy egy kis rátöltéssel be is lehet indítani, de ebbe csak egy ember fér be. Nem. Nem. Három. Hátulra bebőszülni. Igen. Igen. Ó, ez viszont jó hír. Good news. Azért átnézem itt a dolgokat, mert akkor bele tudok, tényleg akkor belepakolok ebbe a trakiba. Azt kell megnézni. Az még mindig nem négy. Igen, ezt akartam mondani, hogy az, amit pont nem vagyunk mindig előrébb. Igen, igen. Hát annyival előrébb, hogy ugye könnyen el tudunk menni egy nagyvárosba, hogy... hát én erre ráindítok. Gyerünk, 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 gyerünk! Beindult a trakkeszom. Na akkor mit hozzak? Betörik el? Tényleg elmegyek hozzád, Jack. Jó. De addig mit vegyek ki belőle, mert azt mondod, hogy ez felrobban. Hát elkezd majd, csak mindjárt ott vagyok. Jó. Egyél addig, nyugodtan. Jó. Na most kezdett el szörögni, vagy nem tudom, üvöltöni. Igen, nagyon? Aha. A kárripőr kitetelt ott hozni a kezedben? Hát megpróbálom. Nem, amúgy nem. Tehát vagy kárripőr kit, vagy izé, beteri. Futás, futás, gyere el onnan! Betöri, betöri, gyere el onnan. Jó. Meg is haltam. Meghaltál, basszus, láttam a robbanást. Tyűha. Hát ez nem mondom, hogy egyszerű volt, de szerintem itt a hullád a bokorban. Igen, egy bokor volt rendben. Íj, de most ez a retkes traktor. Szerintem itt a Jack. És vágod? Porrá lettél, tehát konkrétan... konkrétan... semmi nincs itt. Jó, megvan legalább az aksi. Jó. Az okay. A ruháidban volt valami cucc amúgy? Ami hasznos? Hát nem tudom, ezt megpróbáltam eltenni, de nem emlékszem, hogy valamit sikerült is. Jó, mindegy, igazából volt ilyen tracksuit topod, meg ilyenek, ezeket elhozom, hogyha nem baj, mert... nekem tök 8. Nekem nincs... olyanom? Nem tudom felvenni. Ja, mert ez 0%, ez zombiról vetted le? Hát volt még benne egy kevés, de gondolom igen, a robbanás ez lenullázta. Ó, van nálad vitamin, hát az nagyon jó, hát azt akkor teszem akkor is akkor sikerült kihozni, mert emlékszem, hogy ezt megpróbáltam gyorsan még magamhoz venni, meg talán volt még valami. Uh-huh. Jó, figyelj, az aksi amúgy az nagy ajándék, hát sajnálom, hogy meghaltál. Konkrétan amúgy a hullád az eltűnt innen. Hát tudtam volna, akkor ki rámolok egy csomó mindent a izé mellé, ezt annyi a cuccokat. Uh-huh. Nem tudtam, hogy izé. Jó, mindegy, hát most ez így alakult. Igazából. Ezt elrakom, mert szét tudjuk később szedni, meg plusztatjó, meg ilyenek. Visszamegyek a városba, aztán körbenézek. A legnagyobb probléma, hogy tankolni kéne a traktorba, hogy legalább ezt tudjuk használni páran.
Visszajöttem közben, na itt egy drón. Visszajöttem a puskáira, amit eldobtam, mert eldobtam egy puskát. Medi, te milyen messze vagy most a várostól? Mert tudom, hogy te azért hát a várostól közel. Jobbra ott van az a kacskaringúzós út rész, ott vagyok ilyen pillanatban. Jó, már ott a benzinkút, én meg pont oda megyek. Lehet, hogy segíthetnél legyakni okosan a zombikat. Biztos, hogy lesz robbanó zombi. Tudok lőni kb. 4-et. Úgyhogy elméletileg le tudom lőni. Max 2 lesz. Megjöttem a benzinkútra. Hát egyelőre nem látok zombit. Hallottam is a traktorot. Igen? Aha. Hát mondjuk ezt nehéz nem hallani, de kiszakad a dobhártya, miközben megyek, vágod. Sürgős eleket. De itt nincs is zombi most. Kajak ilyen szerencsénk lenne. Jó, ez fullos. Hát figyelj, nincs itt zombi. Na gyere be, Medi, megtankoljuk. Van valami kaját? A kis kenyér. Kenyerem van nekem is. Azt a lenti kis boltot addig csekkold le, én meg addig telenyomom a trakeszt. Van vodka. Vodka. Látom, ott futsz lent. Hogy a lábfájásomra jó. A vodka? A lábfájásra izé kell, painkiller inkább. Ezt az erdőben nem találok. Megjön a medve. Hallottam, zombit nálad van, Medi? Aha, ütöm. Oké, rendítsek. Intézd el, aztán figyelj, csinálunk majd ilyen csopit. Nem tudom pontosan az hogy kell, de csinálunk majd csoportot. Ilyen gruppot. Medi, találtál baltát? Hát az nagyon fullos. Aha. Azzal egész jól lehet harcolni. Az egyetlen egy probléma a baltával, amire figyelni kell, hogy a range kicsi. És lassan mozog vele viszonylag a karakter, viszont egy ütés hát eléggé nagyot tud sebezni a zombikákon, ami azt illeti. Raktam be egy iránytűt, hogyha esetleg szükséged lenne rá. Illetve vitamin, vegyél be egy kis vitamin. Az van nálam. Jó, oké. Jeld a fiút. Az van nála. Na gyere, szállj be, Medikém, kíváncsiak mi, hogyha ketten vagyunk egy traktorban, elmegyünk a városba, kicsit összelútoljuk magunkat, aztán jaj, elmegyünk a srácokért után. A Dárdel az ott maradt. Kidobtam a spearmet, igen. A kosárban fog utazni, végem van. Figyelj, legalább sokat tudunk pakolni. Mondjuk én is, hogy nézek ki abban a traktorban, te jó ég. Kapaszkodj, Medi, indulunk! Jézusom! Remélem biztonságban érzed ott magad hátul. Hú, nagyon. Rám még te vezetsz. Ó, és működik a fényszórója. Úgy gyerekek, sötétedik. Aha. Hát az nem túl jó hír, ami azt illeti. Medi, nézz ott bent körbe. Viszont az új update óta, csak mondom, Medi, hogy lockpick kell ezekhez a izékhez, azt hiszem. Itt jobbra. Hát ez a tied lehet, ezt neked adom. Jó, gyere, gyere, ketten öljük meg. Húzd ki. Gyere, koma. Jó, csak egymást ne verjük majd szét. Oké, okay, jó. Hát ez még nem halt meg. Szúrj! Szúrok! Nem jó? Mellesett ez a retek. Megszúrtam, szúrjad! Szúrom! Szúrjad! Nagyon kapja! Oké! Okay. Szúrom! Megdöglöttél már! Szúrom! Szúrom! Basszus, megütött! Szúrom, szúrjad! De mi az Isten ez? Meghalt, meghalt, ez már összecsuklott, jó? Én bekötöm magam. Nagyon gyors. Menj, azt nézz körbe addig. Ilyen kedves volt már ez a bácsi. Jön, átnézem inkább a garázsokat addig. Előveszi az őkreit, a zombi az ugrál utána, ez nem örülök. Találtam egy zöld keycardot. Igen, az a... izéhez kell a... mi az? A bunkerekhez. Van most már ilyen speciális loot hely, ami időre megy ráadásul, és azzal lehet ezeket kinyitni. Nem tudom, hogy milyenek, ez az új update-tal érkezett, majd azt megnézzük külön részben így. Medi, gyere ide hozzám! Van itt egy kövér csávó, aki a tied lehet! Nem, amúgy van itt egy hatalmas táska, ami szerintem hiking backpack, ami lehet, hogy nem ártana. Hát lehet. Olyan szép nagy fekete, mint az enyém. Bácsi, tessék! Na, most már csukoljál össze. Találtam még egy olyan páncélosat, úgyhogy azt hagytam inkább. Ajaj, Medi, Medi, segíts! Megöltem. Nagyon ügyes. Köszi. Köszi. Íí, neked ilyen tatyód volt? Azt lehet el kéne tenni a többieknek amúgy. Aha. Hozd el. Tudnál segíteni? Mert? Na, itt van két zombi. Megyek, megyek. És az egyik egy ilyen nagy darab. Nyilván ő átbír ütni az ablakon, így meg nem. Jövök, Medi. Hozom a puskámat. Hol vannak?
Jaj, de barátságosak! Ugye azt lövöm, ami tuti meghal, jó? Hát ez lehet annyira nem volt jó ötlet. Az egész zenekar beindult. Van bármi lehetőség, hogy ne halljak éhen, mert tök jó, hogy nem tudok átszakni egy fél szellányit, anélkül, hogy a nullára menjen a kaján. Hát... van át lőszer, Medi? Milyen lőszer kéne? 22-es. Na, az nincs. Mert mi van? 9 millis, meg... Jó, dobjad kifele a 9 milliset. Oda, aztán jövök. 9 millis meg? 45 ACP. Az nem jó. Oké, azt fogjuk csinálni. Elmehetek a pisztolyba, be tudom tölteni egyesével is a lőszert, ugye? Igen, de amúgy ebbe a pisztolyba pont azt kell, úgyhogy... Na, figyelj, akkor kezdődhet az írtás, medikém. Gyertek! Kukucs! Hol vannak? Bezártad őket valahova? Nem, elszaladtam. De mi ez az emeleten van? Hát ezek rengetegen vannak. Én valószínű. Tehát mellett. Jaj! Medi! Medi, itt maradtam! Medi! Oké, megvagyok, körbe mentem. Itt vagyok, nyugi. Úristen! Ezek nagyon gyorsak! Rohadjatok meg! Adjál nekik, medikém! Nem úgy van, ott jönnek a lépcsőn! Gyere te! Csak azt láttam, ilyen szabad két zombi után. Jó, figyelj! Ez három ilyen nagy. Négyen vannak, mi három? Adjad neki! Jó, az halt! Vádit osztottam neki. Az is mit kapott? Legalább most már meghalnak a headiben. Jaja, hát amúgy nem mindig egy lövés, ez sem. Hát jó, régebben még két lövése volt nekik elég. Jó, figyelj, ott jön még a lépcsőn. Elég érdekesen. Néha ide kukkant, hogy itt vagyunk-e még? De ne! Ez nagyon veszélyes mulatság. Oké, jönnek azok. Ja, még? Milyen vannak? Sokkal, nem felvettem a zombik számát, hogy ne unatkozzunk. Nagy begyere elém. Jaj! Na nézd meg, itt vannak még a barátaid. Oké, okay, nice. Még mindig van. Kiégek. Ez komoly. Botosan. Nézek fölfelé. Lehet a tetőn vannak. Ott balra látsz? Na, itt nem volt semmi. Itt volt egy néni. Már nincs itt. Hopp, oké. Okay. Leszek itt a túl végén. Jó, az rendben van. Itt vannak ruhák, ezeket érdemes lenne megnézni. Hát van valami. Jó, amúgy elcsöndesedett a környék, nem? Aha. Most ez kíváncsi. Egyelőre még nem eszem meg, de egyébként találtam halálos, elvileg halálos gombát is, úgyhogy... Csak a felfedező. Úgy tiszta, hogy nézek ki. Rendes. Tök jó mondod, hogy mindent meg lehet enni, amit most megettem. Hát figyelj, megenni mindent? Weapon cleaning kit, medikém. Hát jó, de arra gondoltam, hogy amit jó is megenni, most nem... Ja, megettem. Jó, hát akkor most legalább kiderül, hogy... Itt van egy ilyen erkély, az nem vezet sehova. Az ilyen dobozkákat nézd, ezt átnézted itt a sarokban? Igen. Van itt MMA boxkesztő is, azt nem hoztad el? Van nálam egy, meg azon kívül még két másik kesztyű. Jó, szerintem itt a tetőn is lesznek amúgy. Jó, sejtettem. A kollégina a tetőn volt. Jó, hát bejöttem, érted? Azt szétkaptuk őket, medikém. Az a helyzet, medikém, hogy Jack talált talicskát, úgyhogy szeretném kipróbálni, mert az az update-tal érkezett, és elméletek tudjuk benne tolni egymást. Ami valljuk be, rohadt menő. Valahogy. Tudjuk, biztos, hogy tudjuk, mert bele is tudok szállni, meg tolni is tudunk. Jó, akkor megyünk. Viszem felétek. Tényleg el ne üssetek, mert... Jézusom! Hát ez rohadt jó! Szia, hoztunk neked kenyeret! Várj, hagyd szálljak bele! On board a szondja. Te már nem tudsz menni? Hát... nem. Nem már. Nem tudok hiászkodni. Nem tudok csinálni semmit, de toljál nyugodtan. Várjál, hagyd nézzem már meg a másik nézetből.
Jaj! Jó, kiugrott. Hát ez a talicska, ez remek. Jesszus! Hát ez megír egy misé. Gyertek vissza a Trakeszhoz, hát abban van a cucc. Meg... Növöm Starkot. Jön a hadiszekér. Jó nyomjátok. Hát ez nagyon veszélyes. Ez a helyi harckocsink. Ott egy szarvas. Üres tárral. Hol? Ott van erre nézett a liga. Befutott pont az erdőbe. Hát akkor ez már mégis így is jó. Nem érhetünk soha. Na gyertek közben. Teszek bele kaját. Van benne pár cucc. Egyen nyugodtan Jack. Berakom Andris papucsát. Hát most jó vagyok. Egyen mindjárt meg. Jó. Találunk kéne egy rendes autót, mert ez itt nem lesz jó amúgy. És Queryben szerinted van kocsi? Hát nem tudom, loot az elmentek ott jó. A városból ti mennyire jöttetek le amúgy? Nem nagyon. Megyenek, van inventory, ne urájra létszél kicsit? Hagyjad már, fel tudom borítani a talicskádat. Jó, látom, de abba hagynod egy picit? Meg feladom. Szítetlen. Tudja, hogy valamivel idegesít, akkor direkt csinálja. Ez a talicska, ez kegyetlen. Mindent kikerülök? Kikerülöm a medit. Körbe talicskáznak, gyere ide! Ja, Istenem. És tényleg, amúgy hagyjad, mert egész sok mindent lehet ebbe pakolni. Hihetetlen. Csináljuk azt, hogy Medi és Jack, ti most fogjatok össze, de ne verd szét a kerekét, mert ez az egyetlen épkézlábjárműk, és most beleütötted a betonba? Ez most komoly? MMA-zok. Már nem szalakodjál. Basszus, elkezdtem vérezni, úgy megütöttél. Ne ütögessél. Én is amúgy gratulálok. Na, csináljuk azt, hogy... És föl kell vágnom a mellettartómat, hogy bekössem a sebeimet. Remek. Menjetek le a talicskával, Medivel, a Queryben, nézzétek meg ott a járgányt, én meg összeszedem az Andrist, és mi meg elmegyünk itt az északi úton, és keresünk autót, jó? Ha találunk, jó. Vagy ti találtok, akkor mi hozzuk, ha meg ti találtok, akkor jövünk, megjavítjuk, és akkor azzal tudunk tovább menni, mert ez a traktor, ez kegyetlen hangos, és csak hárman félünk ebben, úgyhogy ez pont nem jó. Jók legyetek, sziasztok! Szerintem gyorsabbak lennénk enélkül, de... Nem baj. Merre kell menni, vigyétek, mert tud... úgy egyenesen. Egyenesen végesággal. Jó irányba mentek, menjetek csak! Végem van. Ja, azért nem hallod a hangunkat, mert a hangsebesség fölött jövünk. Amúgy... Hát igen. Jack, basszus, te tényleg kiukasztottad a traktor kerekét, vágod? Ez szikrázik! Én gondolkodtam, hogy basszus! Én még sose láttam. Én azt hittem, csak belebugolt a földbe, de láttam, hogy szikrázik. Jó, hát biztos nem javítom meg, ma annyit nem ér, de... Most nézem, hogy az égdörög vagy a reteknek van ilyen hangja, azt nézem, hogy itt a... Szikrázik a kerék. Most a csávó? Six and a half hours later. Szerintem, srácok, megvan a jackpot. Na. Egy piros platós teherautó. Na, teherautó, hát ilyen... hát ez nem SUV, hanem ez ugye a rendes Verda. Hogy bejöttem a városba, pont nem láttam. Abszint. Abszint. Szükségetek van abszintra? Hogyne. Képzelem. Na mindjárt megyek értetek. És... összekaparok mindenkit. Ja, itt a Trakesz. Itt a lyukas kerekű Trakesz, ugyebár. Jackie bá. Hát kibokszolta belőle a levegőt. Nem kéne fölidegesíteni, képzeld el, mi történik, hogy embert ütött meg. Ha megütöttél engem is, azóta fáj a feje a karakteremnek. Nem kéne idegesíteni, ennyit tudok. És ez piros! Mondjuk a traktor is. Tudjuk, a piros ez kétszer olyan gyors. Kétszer olyan gyors, kétszer olyan tartós és kevesebbet teszik. Andrés, te harcolsz? És most le fogom szívni ebből a cuccból a benzint. Szevasz. A Sniper Elite. Ja. Remélem, ez a Sniper Elite az még egyszer azért kibújik. Csak még máson is jön egy. Duct tape, az kell valamihez. Igen, nagyon sokféle kraftoláshoz jó. Ebben lehetnek fegyverek. Ami most... Találtam puskaport. Na, javítsuk meg a szép piros verránkat, ez lesz a team car. Oké, most egyelőre mindent csak áthányok a traktorból, majd gondolom, az úgyis jó, nem?
Nem kell itt feltétő ezzel nagyon szórakozni. Majd rendet rakunk később. Oké, feltöltjük az aksit szépen. Megjavítottam és benzin kéne bele. Na most egyedül nem akarok benzinkútra menni, mert ott azért vannak csúnyaságok. Meg ilyes is egy kicsit a karakterem. Majd el kell látogatnunk egy ilyen gyümölcsösbe, vagy zöldségesbe, vagy valamibe, és akkor majd ott szépen be tudjuk tankolni magunkat gyümölcsökkel, meg mindennel, amire csak szükségünk van. Na most én sose csináltam még olyat, hogy valaminek leszívom a benzinjét, de most drain fuel. Aha. Ez kell az a cső, nem tudom, mert vágjátok-e, mire gondolok. Van egy ilyen benzin. Persze. Benzincső. Lopó. A neve? Hóze. A lopó, az a lopó. Utána a kanna. Áttöltöm a cuccot. A karakterem az olyan bután néz ki amúgy, hogy az valami kegyetlen. De a benzint azt jól lopja, úgyhogy jól csinálja a dolgokat. Nos, most az aksi az olyan 30%-on van, a tank meg olyan 3/4-ig. Úgyhogy... én nem is lootolok itt nélkületek, jó? Elindulok értetek vissza. Szerintem az itt most a legfontosabb. És akkor együtt csapatjuk majd tovább a dolgokat. Akkor most ott vettok még a query-ben? Végül találtam Cérnát. Oké. Úton vagyok. Győztünk. Já, hát megjöttem, gyerekek! Még egy kár. Itt vannak még ilyen barátok is. Szabadsz kicsasszony. Elnöm is. Gyere már ide hátulra. Szia Andris! Mizu van? Harcolsz? Ja. Segítsek? Ilyen csukjás izével. Csukjás izé. Azt szembe vagyok tárazva. Gyertek, zombik! Mi van veletek? Andris, itt van nálam a tatyód. Gyere. Ha majd bekötötted magad. Na. Meghoztam a verdát, srácok, úgyhogy remélem most már mindenki boldog. Itt vannak a cuccaink. Itt van minden, ami csak itt lehet. Nem beszállni akarok. Hogy kell? Hát nyomsz egy tabot, megnyitod az inventoridat, megnyitod a kocsit, és akkor én kiveszed, ami kell. Aha. Igazából... és melyik az én cuccom? Hát amiket akarod. Legörgetsz amúgy, és ott lesz az a nagy hiking backpack. Ez a te robotod? Mennyi el robot? Az azt igen. Meg vissza tudom legalább venni belőle ennyi veszőmet. Azt amúgy úgyis ide kéne berakni. Nyugodtan elmehetne. Csak felszpotol. Na? Meg van minden srác. Nem beszállni akarok. Varrókészlet van? Nálam van. Minek neked varrókészlet? Hogy tudok kiszállni? Ezt ugye blogged. Miért nem tudok kiszállni? Blogged? Uh-huh. Várj, lehet azért, mert itt ülök a tetőn. Most? Aha. Jó. Köszi. Valamikor csináltam egy varrókészletet, de nem tudom, hogy hol van. Igazából, ha van itt zombi... mindegy, annyira nem fontos. ...tudunk csinálni. Jó. Előszereink vannak. Hát az nem sok minden van. Igazából. Gyerekek, itt egy Hunter puska. Hát az nem jó. Na, én annyit akartam, hogy van itt egy shoti, amit majd szeretnék kipróbálni, ezt. Ezt be is rakom a közben. Olyat találtam én is. Igen, ilyet? Aha. Találtam. És a tiéd milyen állapotban van? Az enyémet mindjárt megjött. 73%. Ez nagyon jó. Hagyjad már. Ezt megjavítom. Akkor figyelj, berakom a weapon cleaning kitet, 32%-os, ezt még meg tudod javítani. Akkor lesz, nekem lesz íjam. Lesz ez a shotim. Ez nagyon fullosan néz ki. Feltáltalóznod a kocsit. Na mit találtál ott? Hát két aksit, két kaliper kitet, meg kannát. Megyek szerintem. Király. Azonnal indulok. Két kannát, várj. Jézusom. Medi az... két garázs. Medi hasznos. Levettem ezt a... egyre dagadtabbnak tűnő vesztet. Andris, jössz, odagurunk a Medihez. Gyere, szállj be. Nagyon-nagyon sportosan nézel ki. Nadrágaink nincsenek egyedül normálisak, még azt hiszem rajtam is ez a szép narancssárga naci van, majd nadrágot kérem adnom. Találtam ilyen taktikát, csak nem megjavítottam, de nem javítottam, tehát csak egy szintén tudom javítani. Igen, hogyha nagyon meg van sérülve, akkor max 50%-os lehet. Vissza tudjuk borítani. Persze, hogyha felbolunk. Nézzük azt, hogy a kipakolt mind... jé! Ja, mert hogy ez ilyen szerelő, igen, az mindig tele van cuccokkal. Jó, hát figyelj, ezt úgy kéne berakni, hogy majd valami rendet itt kovácsolunk, az ilyen aksikat, meg ilyeneket tegyük az aljára. Jó? Próbáljuk meg azt, meg ilyen, nem tudom, ilyen javítóládák, meg ilyenek. Igazából dugig vagyunk, hát ennyi jerryken nem kell. Jó, én egyet ki is dobok, jó? Egyet kidobok.
Mit? Ó, találtam karamellás kólát. Jézus. András, gyere! Itt van kuka! Gyere, nézzük át a kukákat. Ebben van Bobby Pin. Ebben van Bolc. Itt pedig... van. Amúgy... várjál már, Andis, hát Sotiról beszéltünk. Így néz ki a izén, nézd. Micsoda? Pikulásos póló. Hát ezt meg kéne varni, eléggé, Ratyi. De te várjál, hogy néz ki a pofát? Te ilyen öreg vagy? Ja, hogy ilyen... varrottam úgy egy kicsit. Ja. Én tudok csinálni amúgy Soti lőszert, csak kell hozzá papír, scrap metal, puskapor, lead plate, és kell hozzá valamilyen toolbox. Meg kell az a... az a... van puskaporom. Az a munkapad. Puskaport, lead plate-et tudok munkapad adni. Munkapad itt van valahol. Toolboxot beraktam a kocsiba. Jó, a toolboxot kiveszem, keressük már meg, hogy hol volt az a... Jackal vagy? Megyek oda. Az a munkapad. Adok cukrot. De mit szólnátok hozzá, hogy ez úgyis most már romával lootolva. Nézzük meg ennek a párját, van itt egy másik. Na, és jó. Akkor ott körbenézünk, hát ha lesz ilyen drill press, tudok gyártani Soti lőszert. Meg most ez úgyis le lett lootolva. Keresgélünk még egy kicsit, most már kocsink van legalább. És ez itt lesz jobbra, ha? Milyen jól néz ki ez a viadukt. Jaj, jó. Kár, hogy vonatozni nem lehet benne. De remélem, hogy nem lesz robot amúgy. Nem, úgy látom, hogy nincsen. Szevasz, koma! Na, csapunk egy nagy bulit? Szevasztok! Kármagedonos emlékek visszajönnek. Andris, készülj erre, mindjárt kiszállunk. És... csapunk egy Soti partit. Újjúj! Menjünk már még egy közben, most kezdtem el enni. Hát ez hihetetlen! Jézusom, menjünk már. Vannak egy páran. De nekem nincs egy lőszerem, tehát nekem 4 lőszerem az összes magasztat. Nálam van. Akkor majd jól beosztod. Én majd szurkolok innen a platóról. Nekem nincs semmi lőfegyverem. Jó, tehát van egyre. 3 is, és nincs egyéb is a lőszerem. De ezek egyre többen vannak. Hát igen, jönnek elő. Jönnek. Úgy beléjük mész, hogy osztódnak. Szint osztom őket. Bakker. Hát nem bírom őket elütni, hányan vagytok még? Úristen, mennyien jönnek onnan is ki? Nem baj. Jaj, jaj, na ez egész jó kombó volt most. Na, még egy karika? Beleférrem. Na, befejeztem. Oksa, akkor most kiszállunk majd, figyelj. Na most már nincs zombi akkor. Jó, itt hagyjuk első körön a kocsit, ha találtok drill press, szóljatok. Oké, spannol be. Itt ugrod. Jézusom. Ez mi, és mi? Most miért szálltam vissza? Ugye fussatok, fussatok, mert itt vannak. Tehát mozogjatok. Kicsit odébb mentem, mert... menjél már, te csövös. Ki kell tudnom szállni. Oké. Okay. Ez jó lövés van. Újj, újj, megint csinálja a Soti. Körben nézni. Úristen, Jézus! De most kilőtt rám. Srácok, nem áll. Rád senki. Jó, akkor mitől sérültem hirtelen attól, hogy itt guggolok a semmi mellett? Hát lehet egy zombi, nem? Nem, nincs senki mellettem. Guggolok a semmi mellett. Hát nem tudom, hogy hol guggolsz, hogy őszintén legyen. Kösz! Az jó lelőd. Lehet a repeszből kaptál amúgy, nem? Nagyon megsérültél? Nem. Ja, lehet. Érzek úgy, hogy megint el kell használni a jéregzt erre. Hallatlan. Menjünk segítsünk a Medinek. Hát az. Jó lenne. Medi, fuss, szaladj! Nem tudok. Nincs mit. Ez nagyon jó volt. Hát figyelj, meg lett az a lényeg, nem? Hogy fejbe lőttél. Nem lőttelek fel, közel se voltál hozzá, Medikém. Hát te, hogy tényleg. Valami itt szaladgál még kint. Hát a szemüvegem meg is van. Bakker! Mondjad! Andris itt sniperezik. Na keressünk olyan drill press-t, azt gyártsunk lőszert, és akkor mindenki tud sotikázni. Jövök, hol van ez a cucc? Ott bent a drill press, ott. Ott ledobtam a puskaport is, ja, meg itt van papír is.
Itt is van egy Drapers, amúgy itt mindent van Drapers. Na jó, hát igen, ezt általában úgy szokta a játék, hogy egy helyre így bepakolja. Na, elkezdem crafton előszert. Oké, 5 darabot kapok egy craftolásból. Megnézzük, hogy mennyi lesz, jó? Craftolok, ameddig tudok. Nem, nekem van egy ugyanolyan. Tök jó hangja van amúgy. Oké, ennyit tudtam gyártani. 25 soti lőszer tudtam gyártani. Andis, gyere itt egy 20-as, mert te is sotival lősz. Oké, egy maradt 10. Jackie boy, figyelj csak, hol vagy? Adok neked egy pisztolyt, ezt tedd be hotbára. És... ehhez van most, hát most 3 darab lőszer összvisz, meg egy van a tárban. Itt van kidobva. Jó, jó, látom. Majd vedd fel. És... hát egyesével tudod betölteni a lőszert. Annyi van. De legalább tudsz valamivel lőni. Jack. Jack. Jack! Igen? Hú, ez nem volt túl egészséges, mit nem mondjam. Hát figyelj. Most te tényleg rá... 2563%-on a rostom. Van miből építkezni. 340%-on a fehérjém. Jézusom. Jó, oké. Okay. Rendőcsök. Egyébként bisil nem is kell. De azt ne rám légy cím, de már ez... Most biztos, hogy nem... Nézd is a platt... Te fogsz oda ülni. Hát ez most már nem. Istenem, mi lesz itt gyerekek a későbbiekben? Nem bírom. Csinálnom kéne nyilvesszőket, úgyhogy csinálok nyilvesszőket. Nem, Medi, ez te is a tököt. A tökevő alakulat, érted? Most igazából ez jó sok vizet visszatölt, meg mínusz 7%-a a vizem. Na most abba hagyta az evés hangot, érted, de amúgy megy a százalék. Ja, egyébként van egy 3x4-es lockpick-em. Amúgy? Ez csak most szólsz? Ha menjünk már, próbáljuk már ki, hogy milyen a lockpick-elés. Ezzel a tökkel tudnánk kosarazni. Valahol találtam egy kosárpályát. Figyelj, fogod, eldobod, megyek, elkapom! Remélem összetűnik. Jó, jó, jó erőbe vagy így elhagyítasz egy kicsit. Látod? És a throwing skillemre semmit nem raktam. Ez a durva. Baker. Azt itt haigál. Ezt maxra húzom, akkor szóval dobozom. Szerinted, ha megdoblak ezzel, az neked fáj? Hát nem biztos, hogy ki akarom próbálni, de annál is biztos. Csak nem halok meg. Dobja. Ez egy híres utolsó mondás. De maradj már ott, ne menj, mert nem tudok pontosan dobni. Találok papírt, akkor elhozom. Ez fájt? Ja, de nem... Nyögött egy nyögt. Mondjuk hozzád vágtam egy nem tudom hány kilós tököt. Ezt ugyan nyögtem. Viszont megkaphatom azt a lockpicket? Dobd már be csak oda valahova. Nem. Találok papírt, azt elhozzam. Az én lockpickem. Nem adatom. Micsodát? Lock... mi az papír? Kidobtam a földre. Aha, hozd el. Ó, találtam fűszert. Igen, igen, azt már én is láttam valahol. Gyertek, lóduljunk már meg, még aha, egy dolgot most meg akarok nézni. Na, harugj, Medi. Föl is tolta a sót. Igen? Most megetted a fűszert? Amúgy itt van ilyen chili paprika. Hogyne. A kocsiban. Azt meg kéne lassan enni, mert megfogom. Én eszek egy kicsit belőle, szerintek az tesz valamit? Hát, lehet, hogy ilyen kétszer chili. Jó, nem biztos. Legközelebb, amikor majd ürédelent kell, akkor üvölt a karakter, de... Na, hol van a legközelebb egy nagyváros? Oké, okay, I see. Hát azért az annyira nincs közel. Gyertek, huppanjatok be. Jacker, körbe megyünk. Jöhet. Fú, nekem is vécéznek kell, most írta ki a karakter amúgy, de most már nem, nincs megállás. Ott van melletted egy ülés. Azt, egy mellettem egy ülés? Most már azt írja, hogy nagyon kell neki. Jó, mindjárt kiszáraszt, ez a szarja magát, miközben a zombik támadnak. Nem. Csodán. Nem történik szerintem. Itt lesz valahol a rendőrség, várjatok. Ez a rendőrség itt balra. Ups. Jaj! Na, mit? Mi történik? Nem tudom, de én nem akarok kiszállni. Úristen. Mert ez majd engem biztos meg tudnak ütni. Én még csak most kezdenek el betölteni. Mert éhezek? Nem, nekem már rég betöltött, csak laggol. Igen.
Picit, nem, hát ezek most spawnoltak le. Jézusom. Annyi spawnol, ahányan vagyunk. Nem. Mi? Én nem vagyok jó matekból, de ezek legalább 30-an vannak, 4-en vagyunk. Nem úgy értem, mindenki megkapja a kis zombi adagját. És az a zombi adag van fölvéve hőlével 4-szeresen. Aha. Most. Ez jó út. Nem tudom, mi történik. Önnek de kis áll a kép? Nem. Éppen megyünk, jövünk, megyünk, igen. Neki szállnak az autók is meghalnak. Igen. Ez a legjobb. De engem megbirütni, ez nem jó. Mert itt te szaladj el. Nem tudom, mi történik. Moving too fast. Ez legalább egy 4 km per órával haladunk. Hát mert ugye úgy érzik a játék, hogy 60-nal megyünk, és ezért amint hozzáér a zombi, így fröccsön. Ez nem jó. Stark, neked mi történik amúgy? Na nem, semmi, állunk egy helyben az úton. Hú. Ó, benn vagyok. Az autó tetején. Nem volt annyira jó. Hú. Hát azért nem volt jó, mert kifagytunk. Segítség. Jó, én felmásztam a rendőrség tetejére. Az úgy vécéznie kell a karakteremnek. Lesz itt fent legalább valaki? Nem, kifolytam a skúróba, és egy rakás zombi van itt. Ó, itt egy balta. Jó. Ú, látom, a házatokon nagyon sokan vannak. Úgy találtam a tetőn soti lőszert. Nem! Ti honnan jöttetek? Ezek honnan jöttek, bakker? Húj! Oké, mind a kettő halt egy lövéssel, nagyon szuper. Oké, mi újság? Tudok valakinek segíteni? Nem maga vagyok. Nem vagyok a házban. Végülis el vagyok itt. Jó, oké, rendítsek. Hát sajnálom, hogy ez így alakult konkrétan. Kifagytam a sok zombitól, vagy én nem tudom mitől. Hát gyenge a gépem. Ez van. Nem tudok mit csinálni. Mondtuk már Starknak, hogy nem krumpliról kell játszani, de... Viszont nekem új, a sálamat azt összevágom, mert... Mondjuk eltűntött. Éhezek. Kettes szintű éhezésem van amúgy. Nem tűntek el! Azt kéne... Na, király. Valaki esetleg a rendőrségnek az oldalán fel tud majd mászni? Nem. Jövök, Stark. Fussokon vannak a ház körül. Segíts! Várj, épp kötözöm magam, mindjárt segítek. Fuss, csak fuss, csak fuss, 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 fuss. Szerintem mit csinálok? Most nézek le! Viszont én találtam egy puskaport meg olyanot. Oké. Medinek nem kéne meghalnia. Úgy köröz a kocsi körül, az is jó. Nem jó. Igen. Az gombottyom. Ajajajajaj, mi van ott? Medi, csak köröz! Köröz, Medi, tovább! Jó, ez is jó. Nem fölmászok. Nem esztek belőle! Nem eszitek meg a barátomat! Takarodj! Kifogytam. Az a baj, nagyon kell kakkantani a karakteremnek, úgyhogy ez most már egyszer lesz így. Hát akkor végezzem. Egy halt. Ó, óvatosan lövöldözöttek ide. Nem rád lőtt senki sem. Azt mondja, hogy óvatosan lövöldözöttek ide. Andris lőtt konkrétan ott. Jack meg a mangyar. Lőttetek egyet, és nekem így a falon ez egy ilyen golyónak egy nyoma izelyed. Mert így nem esek le, ugye? Megyek felétek. Gondolom. Figyelj, Medik, jó. Én kiszedegettem azt. Ez figyelj, várjál! Andrist nézd! Andrist! Jézusom! Azt a mindent! Ó, gyerekek! Szerintem leesett, igen! Találtam rózsaszín a célbetétes. Az jó hozzad. De rajtam is ez van. Ilyen PC-jel van rajta. Én előttem az összes lőszerem. Nem baj. Medikkel, most az lesz itt a feladat, ki kéne nyitnod ezt az ajtót nekem. És most éhezek! Patus, leesett a kaja! Jönnek? Szója jönnek. Várj, Medikkel, megyek, jó? Lemegyek, és hogyha gázom, vissza kiszaladok, most majd tud becsukni majd az ajtót. Jó, ez az, akartam mondani, hogy csúg már be. Na, várj, most nyissuk két pillanatra. Basszus! Nem lőtt!
Oké, okay, egy megvan. Bocs! Oké, okay, ez megvan, 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 megyek vissza az ajtóba. Jó, nincsen senki itt. Oké. Okay. Tiszta. Tisztának tűnik. Jó, jók vagyunk. Értem. Még volt itt egy kollega. Jó, tiszta az épület szerintem, lejöhetsz. Itt van még valaki. Nem? Az Isten itt neki. De lőj már, hát meddig tart felhúzni egy shotgun? Hát hányszor klikkeljek még? Úristen. Majd hat. Meg. Most már meg. Jók vagyunk, nyertünk, bejutottunk. De megnézem ez a lockpickkel is hogy működik, mert erre nagyon kíváncsi vagyok, de nincs. Nincsen izém. Felvágtam valahol a pólómat, és valahol vannak regzek. Ah, megtaláltam, ha. Nem raktam el véletlenül. Na, mindenki jól van, mindenki bekötözte a sebeit. Jó, hát egy kicsit azért, amikor kifagytam, azt hittem, hogy itt most halál lesz, hogy itt a sok zombi miatt. Nem tudtok majd mit csinálni, de azért ez így jó volt, lehoztuk. Na, nézzük ezt a lockpickeléses dolgot. Azt mondja, hogy... Azt mondja... Push screwdriver... Oké. Okay. Igen, és... Aha. Így... Jó. Oké, okay. Aha. Jó, meg is van. Értem, kicsit ez ilyen Fallout-os ez a nyitás, de amúgy tetszik. Most elhasználtam egyet. Mm. Aha, hát a kettőt konkrétan, jó, mert 10 másodperc van rá, hogy kinyissam. Aha, srácok, betettem a fűszert a kocsiból, hogy éljetek belőle, most mert a szódium szintet az fölviszi. Oké. Okay. Oké is. Meg lesz! Ne, basszus, elcsesztem! Ez... Nem tudom, még nem megy annyira, de majd gyakorlom, aztán ez jó lesz. Ahogy jó pofa ez a lockpickelés, ez tetszik. Most csak kipróbálni tudtam, mert sajnos csak egy volt, majd ti is kipróbáljátok. Ez brutál jó. Meg kell szokni, hogy ilyen rövid, nem értem miért időre megy mondjuk. Az jobban tetszett a Falloutban az a rendszer, hogy eltörött. De mindegy igazából. Na nézzük át ezt a kecót. És akkor utána igazából meg is vagyunk. Fölmegyek a tetőre. Így őrködni. Úgyhogy mindenki rendben van, srácok? Testileg, lelkileg? Megint ürítenem kell. Uh-huh. Eszel, Jack? Mi finomat eszel? Kenyeret. Kenyeret? Meg gombát. Neked adjam egy kis gombát? Jó, jó. Tudod, mikor kapsz te tőlem bármit is. Hagyjad, már megint kell valamit ennek a karakternek. Ha most pisáltam vele. Kell még mindig? Hát, nem annyira. Nos, srácok, viszont ez lett volna most így az első rész. Szerintem amúgy tök jól összegyűlt a csapat, és egész jól haladunk ahhoz képest, hogy így például Jack és Andris igazából csak akkor játszott egy keveset, amikor megjelent a játék. Medi azért szint a tököt. Nagyon komoly. Úgyhogy egész jól haladunk, hát nehezen, de szereztünk azért egy autót is, mert úgy nehezen, hogy sokára tartott, mire megtaláltuk, mert mindenhol csak vad meg, ugyebár a traktor volt, de ez is megvan, vannak fegyvereink, felszerelésünk, úgyhogy innentől majd el tudunk indulni szépen, és a következő részben bázist fogunk magunknak építeni, valami szép nagyot, együtt, lehet, hogy négyen, lehet, hogy többen, az is lehet, hogy csak kevesebben, de majd nekiesünk ennek a történetnek, egy láncfűrész nem ártana, majd meglátjuk, hogy találunk-e, és akkor fogjuk folytatni ezt a bulit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretitek és még nem tettetek meg, iratkozzatok fel. Én Starkoltam, itt voltam az Andris, a Medi és a Jack. Ali. Sziasztok. Jó, sziasztok. Jó, kegyetek, sziasztok.